Nos, üdvözlök mindenkit a légióban! Elérkeztünk a tengeri tehén küldetés utolsó állomásához, Florida ülelő karjai közé. Florida man breaks into ex's house, poops on everything. Florida man pretends to be a firework, screams noises in the middle of the night. Florida man threatens to conquer planet Earth with his army of turtles. Gyertek velünk, ahogy megpróbáljuk megtalálni a legparább szállást Floridában. Végigjárunk egy kietlen pocsolya világot aligátorok után kutatva, és végül lemerülünk egy jéghideg folyóöböl mélyére, hogy együtt pancsikoljunk a legendás mocsármarhákkal. Let's go, darling, can you feel now? Floridába érkezvén a szállás árak eszméletlenül megemelkedtek. Itt már eléggé fogytán volt a pénzünk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy szolíd szállást foglalunk le magunknak a következő pihenőhelyünként. Nem kell mindig penthouse-ban aludni, az Airbnb-n talált alvókocsi remek lesz egy éjszakára, gondoltuk mi. Amint ugyanis megérkeztünk a címre, nem találtunk mást, csak egy drogtanyát. Gyere, ide tudsz parkolni, Noel, ide tudsz parkolni. Az egyébként egy elég menő autó lehetett valamikor. Nem itt lakunk, ne aggódjatok. Bár ez is elég kemény, de nem itt. Mert a mi lakásunk az erre van valahol. Jó, most eszembe. Azt a kurva. Hát én ezt... Pedig ez az a cím, ez a 423, bazd meg! Ez a címünk! Hölgyeim és uraim, megérkeztünk a lakásunkba! Ja, és a para még csak most kezdődött. Mert az egy dolog, hogy a pecó úgy nézett ki, mint egy heroinház. De mint kiderült, lakott is ott valaki, aki szépen csendben végignézte, ahogy mi röhögcsélve rohangálunk a háza körül. Egy öreg bácsi figyelt minket a szemét dombjából kikandikálva, de mi ezt abszolút nem vettük észre, mert annyi hulladék volt szétszórva, hogy ő teljesen beolvadt a komposzt káoszába. Viszont kisvártatva... ránk köszönt! Oh, hello! Hello! We are looking for an Airbnb. Oh! Are we at the right place? Yeah, you gotta go. Yeah. Around the corner. Oh, from the other side. Yeah, the way this property is shaped. Right. Anyway, you just go around the corner. Okay. And it's behind this building here. Behind. Okay, all right, so sorry to intrude. No, yeah, sorry to bother you. It's easy to get lost. Yes, exactly. Definitely. Okay. Okay. Úristen, de megijedtem a fószertől, bazd meg. Szóval berohantam a helyére, berohantam a területére, és csak ott cigizik, és így nézem. Jó, csak vicceltem. A bácsi, annak ellenére, hogy halálosan parán nézett ki, abszolút nagyon kedves volt, és rögtön készségesen útbaigazított minket. Viszont szeretném kiemelni, hogy milyen baromi veszélyes lehetett volna ez a találkozás. Floridában minden ok nélkül rá lehet lőni egy emberre, aki bejön a területedre. Emiatt pedig, ja, mi nyeltünk egyet, aztán jóval óvatosabban kutattunk tovább a saját lakásunk után. Na most lehet, hogy az a miénk. Lehet, hogy az a miénk. Vagy erre? Nem merek bemenni, mert lelőnek a gecibe. Itt van az ajtónk. Ez az első, ez az ajtó, ahol be lehet jönni. Ez az első idő. Ez lesz az. Ugye? Ez az! Ez az! Megjöttünk, bocsánat, hogy szétég a kamera, de különben nem látok semmit, pont rá süt a nap. Ez az! Hú, hát ez nagyon menő. Na hát így néz ki. Cukibb, aranyosabb, édesebb dolog a világon. Az egész út során ez a hely volt a kedvenc szálláson. Persze az megemlítendő, hogy egy nagyon kicsi generátor volt benne, ezért egyszerre egy darab elektromos eszközt lehetett használni, tehát vagy kaját melegítettél, vagy légkondit használtál. De ezen túl minden csodálatos volt, gyertek, megmutatom. A WC-t szerintem le lehet flasholni, közben megy az AC. Várjál, ezt még ki kell találnunk, mert a mikro nem megy úgy, hogy megy az AC. És akkor itt vagyunk a belső térben. Bedobom a cuccaimat, bocsánat. Look at this! It's so beautiful. Iszonyatosan hangulatos, tök jó meleg van, van légkondi. Itt van kis konyhánk.
Itt van egy hálószoba, ahol a Noel alszik. És itt van a fürdőszoba. Itt van zuhany. Úgyhogy nagyon kis helyes. Vandalost! Még Schwab is, és követni is kell az álmaidat. Hát mi más lehet csinálni? Én itt fogok aludni, ebből ki lehet húzni, mindjárt megcsináljuk. Ettől az élménytől fellelkesülvén Noellel elhatároztuk. Minden este egy halálosan parasz szálláson próbálunk megszállni. Tök buli lesz, contentnek is tök jó, abszolút nem sikerült. Amint elhatároztuk, hogy mostantól csak necces helyeken alszunk, sikerült lefoglalnunk a két legjobb szállást az egész államban. A következő napra kinéztünk egy rozzant kis faházat az erdő közepén, amiben a képek alapján nem volt semmi extravagancia. Erre itt van a kis vikinglónk, Endless Workstation, ahol be tudok fejezni egy AFK-t. És ez van kint. Ott van egy tó. Itt meg egy medence. Beszarás ez a hely. Ja, nyugalom, természet, hangulatos erdei séták, még aligátor se volt, kiábrándító csalódás. Mindezen felszívtuk magunkat, és a következő napon abszolút semmit nem hagytunk a véletlenre. Egy klasszikus amerikai útmenti automotelben foglaltunk szobát, ahol majd biztos prostik lesznek, meg drogot árulnak a csecsemők, és ja, nem! És az egy dolog, hogy ez a szoba teljesen kényelmes, kellemes, dupla ágy, bazd meg, de ez a kilátásunk! Én ezt őszintén nem hiszem el. Folyamatosan azon próbálkozunk, hogy rossz szállásra jussunk, hogy para legyen. Ezt is, hogyha megnézitek, azt hittük, hogy ilyen átlagos automotel lesz. Ijesztően is néz ki. Meg külön bekérték a kocsiszámunk, meg minden. És ilyet, ez kifizethetetlen látvány. Ja, nagyon nice. És a Johnny T ott lakott szembe? Én úgy sejtem, hogy ott lakott a John Travolta. Valahol itt lakott a John Travolta, azt mondták nekünk, szerintünk ott lakott a John Travolta. Ezen a pontján az útnak elengedtük a pánikkergetést, végül is aludtunk már bőven elég ijesztő helyen. Továbbáltunk, és végre napok óta tartó roadtrippelés után találtunk lehetőséget rá, hogy körbenézzünk Florida természeti kincsei közt. Lehorgonyoztuk az autónkat Crystal River szélén, és belevetettük magunkat a szörcsögő, slattyogó, cuppogó Pocsolya Prairie-be. Tudjátok, Florida mocsárvilága egészen csodás hangulatú, a maga egyszerűségében is. Annak ellenére, hogy nem egy francia alpok van itt a hátsó kertben elrejtőzve, ez az antik lápvilág egészen egyedi, és tán Európában fellelhetetlenül újfajta élményt ad, ezért abszolút tudom javasolni, hogy ha ti erre jártok, nézzetek bele. Csak ne úgy, mint mi. Egy hirtelen ötlettől vezérelve egyszerűen csak fogtuk magunkat, megnéztük, hogy hol van a természetvédelmi körzet, és így mindenfajta felkészülés nélkül belegyalogoltunk. Ami nem egy életbiztosítás. Én azért egy tapasztalt vadonvándor vagyok, de ezt ne csináljátok utánunk, mert annyira elvette az agyunkat a kalandvágy, hogy elfelejtettük, hogy aligátor. Na, ki kapál össze aligátort? Persze a vadállatok elkerültek minket, mert jó európai módjára hangosak voltunk és büdösek, de még így is az anyag, amit sikerült felvenni, abszolút megérte.
Így gyerekek, itt nem lesz szerencsénk. Arra, hogyha megnézed, ott, hogyha figyelsz, ott van a kurva egy semmi nincs ott. Így néz ki tehát Crystal Rivers környéke. Egy csodálatosan floridai élményt nyújtó, meglepően nyugodt és hála Istennek védett világ ez. Viszont, ha előre felveszed a kapcsolatot a helyi környezetvédőkörökkel, és az év megfelelő két hetében látogatsz ide, akkor egy extra expedícióra is be tudsz nevezni. A tél közepén ugyanis a helyi melegvízű forrásokat egy itt is ritkán látható állatfaj látogatja meg. Ide jönnek a tengeri tehenek, a relatíve meleg vízben burjánzó moszatokat legelni. Mi már jó előre elintéztük, hogy kapjunk engedélyt a küldetésre, átrágtuk magunkat az oktatóanyagokon, testünkre vettük a védőruhát, és hajnal hasadtán kirongyoltunk a kikötőbe. A víz zavaros volt, de az idő tiszta, emiatt pedig jó esélyünk volt rá, hogy lássunk teheneket. És hát srácok, az élmény minden várakozást és potenciális szerencsét felülmúlt. Because I'm only going to say this once. Gyerekek, ez minden elképzelés felülmúlt. Azt hittem, hogy csak így lesznek egyen-ketten páran. Thank you. Egy teljes csorda volt. Nem lehetett őket kikerülni. Folyamatosan odajöttek, rákcsálták a hajunkat. Nekem megpróbálták megenni a snorkelemet. Lehet veled ölelkezni, ha nem akartál, akkor odajöttek és ölelkeztek. Példátlan élmény. A helyszínen kicsit kivoltam a letaglózó boldogságtól, így most hagy egészítsem ki az anyagot pár fontos információval. A tengeri tehenek gyakorlatilag vakok, ami teljesen megérthető egy ilyen zavaros vízben élő lénynél, viszont rendkívül szórakoztató módon ők a bajszukkal látnak. Ezért láthattátok, hogy folyamatosan odajönnek puszilkodni a csapat tagjaihoz, így értik ugyanis meg, hogy mi lubickol itt körülöttük. Na most az expedíció vezetője megkért minket, hogy ne érjünk hozzá a tehenekhez, mert ez nem egy állatsimogató, ez az ő élőhelyük. Én ezt abszolút be is tartottam, de az a helyzet alakult ki, hogy erről a szabályról senki nem szólt a teheneknek. Folyamatosan hozzánk dörgölőztek, maguk körül forgulódva játékra hívtak, úgy általában borzasztó jól szórakoztak a jelenlétünkön, tehát senki ne aggódjon amiatt, hogy zavartuk őket, ők jöttek direkt ilyen közel hozzánk. Aztán azt is lényeges érteni, hogy semmilyen veszélyben nem voltunk. Ezeknek a végtelenül nyugodt, buddhista mód zen lényeknek foguk sincs, nem tudnak meg.
kapni, nem tudnak meglökni, nem tudnak egyáltalán rátámadni. Kivéve, hogyha hosszú a hajad, ami miatt valahogy én nem aggódtam. Ja, hogyha hosszú a hajad, akkor a zavaros vízben ez a teljesen vak tehén könnyen nézi hínárnak a fürtjeidet, így pedig potenciálisan megpróbálhatja megenni a hajad. Ez meg is történt, az expedíció vezetőnk majdnem megfulladt, miután egy tehén lerántotta a mélybe, de ezt nem akarom elrontani a hangulatot, instant elmeséltem a sztorit. Végül pedig, hogy egyértelmű legyen, hogy miért volt nekem ennyire fontos ez az élmény. Nem tudom elmondani, milyen végtelen nyugodtság tölt el ezek között az állatok között. Elsőre persze rémisztő, ahogy a több mint 2,5 méteres testükkel előszlöttyögnek a sötét víz mélyéről, de a kezdeti kényelmetlenség után olyan példátlan béke és lelki csend lesz úrrá rajtad, ami elmondhatatlan, de az tuti, hogy én ilyet kalandozásaim során még soha nem éltem át. Fiatalabb koromban azért választottam ezeket az állatokat a kedvenc állatomnak, mert borzasztóan komikus volt, ahogy a testük kinéz. Úgy néznek ki, mint ahogy egy óvodás lerajzolna egy bálnát, így két vonal, szem, kész. Viszont így már felnőttként azért nyargaltam át a tél közepén, a déli államok felén, mert egyértelművé vált számomra, hogy ezek a lények nem csak borzasztóan komikusan kövérek, de állati ártalmatlanok, figyelemre és védelemre méltóak, és végérvényesen egy ilyen éteri nyugalmat sugárzó, csodálatos lények. Vége van, én alig bírok! Az adrenalinommal iszonyatosan kurva menő volt ez a dolog. Hatalmas szerencsénk volt, rengeteg tehén volt, harabdáltak, játszottak, pörögtek, forogtak, ismerkedtek az egész. Egy hibátlan élmény volt. Úgyhogy most kell találnom valamit, amit akarok ettől az élettől, mert ez volt az. Ez volt az. Ennyi volt a küldetésünk. A tengeri tehenek társaságának megtapasztalása számomra az egyik legértékesebb és legcsodálatosabb kulturális körút volt, amit valaha leforgathattam nektek. Mindezek után még lementünk Miami-ba, béreltünk egy vörös Ford Mustangot, amivel össze-vissza kavercoltunk Amerika siófokának utcáin, de ez már lényegtelennek számított a közös kalandunk szempontjából. Amit ez a küldetés be akart mutatni, az az, hogy mennyivel több van Amerikában, mint amit a filmeken lát. A kultúra, a történelem, a természet New Orleans-tól Alabamán át Floridáig egy egészen új arcát mutatta meg nekünk, és így remélem nektek is. Persze, lehet partizni Miami partjaim, de ha igazán egyedi élményre vágysz a tengeren túl, akkor tudom neked ajánlani a mocskos délvidékét. Nos, hölgyeim és uraim, mennyi volt ez a kalandunk. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Most megyünk tovább, pár egyszeri kaland, egyszeri küldetés következik. Ezeket szerintem úgy fogom nevezni, hogyha valami sorozat, valami több epizódos, akkor az a küldetés. És ha valami csak így egy területről szól, vagy egy városról, egy videón keresztül, akkor az lesz a hadművelet. Yes! Szóval most egy pár hadművelet következik, utána pedig lesz még egy küldetésünk Kirgizisztánban. De meg kell említenem végül, hogy a borneói küldetéshez képest azt remélem láthattátok, hogy vizuálisan nagyon sokat fejlődött ez a sorozat. Meg kell, hogy mondjam, egy pár kommentből olvastam ki azt, hogy ideje kamerát váltani, úgyhogy ezért váltottam kamerát, és itt szeretném megköszönni a Sonynak az eszméletlen segítségét. Srácok, ezt a küldetést egy Sony Alpha 7 Mark III-mal forgattam le, ami egy nagyon megbízható és hála Istennek végre valahára könnyű gépezet, el tudom bírni, de remekül működött végig, abszolút könnyű volt megtanulni, úgyhogy minden utazó riporternek tudom ajánlani. Viszont ti nem tudjátok, úgyhogy el kell mesélnem, a Sony nagyon-nagyon gyorsan reagált az igényeinkre, mert amikor kiderült, hogy ezt a küldetést én már nem forgathatom az előző kamerámmal, felhívtam a Sonyt, aki 2 nap alatt küldtek egy kamerát és lencsét, úgyhogy az egyik ember tőlük autóval hozta ki nekem egy másik forgatásra, nehogy enélkül menjek el Amerikába. Nagyon investálva voltak abban, hogy ez a küldetés jól nézzen ki, és szerintem baromi jól nézett ki. Remélem nektek is tetszik az upgrade. Így vagy úgy megyünk tovább. Én Szirmai Gergely voltam. Nem sokára újra találkozunk. Szevasztok!